Jó napot kívánok, Szabó Réka vagyok, 15 éves. Sokat vagyok a barátaimmal, mindig bohózkodunk. Szeretek rajzolni. Elég sok mindennel próbálkoztam már, de legjobban a ruhatervezés tetszett. Kaposvár Iparművészeti Iskolájába járok, ahol ruhatervezést tanulok. Legnagyobb álmom, hogy divattervező legyek. Szeretnék valami nagyot alkotni. Meg akarom mutatni a világnak, hogy nem csak a karcsulányok lehetnek szépek, hanem a molettebb lucib lányok is. Szeretnék egy olyan kollekciót, aminek két része van, egy moletteknek szóló és egy vékonyaknak szóló. Már csináltam egy-két dolgot. Az első munkám, amit én terveztem és meg is vartam, ez a felső. Nem lett túl profi, de kedves a szívemnek. De az első dolog, amire igazán büszke vagyok, egy koszorús lányruha. Anyukám unokatestvérének az esküvőjére terveztem. Tetszett a feladat, mert kihívást jelentett számomra, és szeretem a kihívásokat. Volt pár szempont, amit figyelembe kellett vennem. Az alsó rétegnek bőrbarát anyagot kellett választanom. Hogy mégis elegáns legyen, felülre sejmet akartam. És hogy legyen benne valami kislányos, textilrózsákkal díszítettem. De a legtöbb tervemet még csak papíron tudom megmutatni. Ezeket még nem csináltam meg, de remélem minél hamarabb sor kerül rá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!